Kerek egy vezetett az idei éve első érték járósítája. A tavalyi előző négy esemény sikerein felbuzdulva nagy örömmel vágtak bele a szervezők az ötödik esemény megszervezésébe is. A túra március 26-án szombat dél előtt indult a Kerek egyházi Szent István térre. Az értékjáró ez pont erre hivatott, hogy bemutassa a településeknek a jelenét, a múltját, bemutassa a településeknek az értékeit, és azokat a kézzelfogható és még felelhető értékeket, amelyeket elődeink, őseink létrehoztak, és amelyek bennünket arra köteleznek, hogy ezeket feltárjuk, felújítsuk, megmutassuk a, nem csak a helyeknek, hanem a hozzánk látogató, akár belföldi, akár külföldi érdeklődőknek, turistáknak. A nagyjából 40 fős csoport a Katona József Művörődési Ház helyi termékkóstolóval egybekötött időszaki kiállításával kezdte meg a túrát. Ezt követte a római katolikus templom, a település 160 éves házfája, majd a település alapítójáról elnevezett Balatoni Farkas János emlékparkban látogattak el. Ezt pedig egy különleges helyszín követte. Megyünk a református kumpusztai templomot, látogatjuk meg, ez is az országban egyedül álló, a közepén egy száll kis templom, és, és ma is működő, élő kis gyülekezettel. A településről is sokan kilátogatnak, koncertek vannak ott, tehát ez egy nagyon szép, kellemes, elcsendesedésre alkalmas hely ezt követően megyünk a Kondortóhoz, a, amely már csak egy tómeder, most itt a, a víz e, e, hát hiányos időszaknak megfelelően, de mégis a puszta kellős közepén egy szép látvány, egy kis halász tanyával, valamikor halak is voltak ebben a tóban, és a Kunsági Majorban végezzük a, a sétánkat, ahol egy mesepark, ezeresztendő mesepark található, és a kisgyermekes családoknak egy különös lehetőség arra, hogy a mese világában merüljenek el. A félnapos élmény végén az utolsó állomásról lovaskocsival tértek vissza a túrázók az indulási helyre. Nagyon sok kecskeméti vendég érdeklődött a séta iránt, de a kecskemét környéki településekről is érkeztek túrázni vágyók. Mi már négyszer voltunk tavaly, óriási, nagyon-nagyon szép élményeink vannak. Meg tudtuk ismerni azokat a településeket, amikről már hallottunk, meg voltunk is, de hát nagyon sok újat tudtunk meg, mert a vezetők, meg a polgármesterek tényleg nagyon sok újjal készültek nekünk, meg bemutatták a településüket. Úgyhogy nagyon vártuk már ezt a következő sétájáratot. Óriási az érdeklődés az értékjárósítákra, ezt az is mutatja, hogy pár nap alatt megteltek a férőhelyek. Azt gondolom, hogy nagyon szépek a településeink, tehát most az elmúlt időszakban fantasztikus fejlődésen mentek keresztül. A városközpontok szépen megújultak, közintézményeket fölújították, rendezett szép parkokat létesítettek, tehát Kecskemét környékén 10-20-30 kilométerre csodálatos környezetben lehet sétálni a, a, a kilátogatóknak, tehát ezzel a sétával erre szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy most itt a vírusos, pandémiás időszakban ilyen benzinárak mellett nem kell a világ másik részébe utaznunk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, és egy kellemes hétvégét töltsön együtt a család, vagy egy baráti társaság, és igazából itt a közvetlen környezetünkben is sok lehetőség van, és erre szeretnénk ezekkel a sétákkal fölhívni a figyelmet. A túra útvonal online formában is elérhető, így válik elérhetővé a szervezett sétálás lehetősége mindenki számára. Van egy turisztikai mobil amely mindenki számára ingyenesen letölthetők. Ezek a séta állomások szépen vezetett GPS-es navigációval, térkép segítségével találhatók a, a telefonunkon, ha letöltjük ezt az applikációt, és egyénileg is körbejárhatók, tehát arra buzdítjuk a kedves lakosságot, hogy aki az eddigi sétákról esetleg lemaradt, akkor az bepótolhatja egy kis segítséggel. Az Egyesület titkára azt is elárulta, hogy további értékjáró sétákat is szerveznek a közeljövőben. Májusban lakitelek tőserdőben folytatódik az értékjáró az őszi időszakban pedig Tiszalpára és Orgoványra látogatnak el a sétálás szerelmesei.